Köszöntöm nézőinket! Önök Tamási Táj című műsorunkat látják. Témáink röviden. Idősek világnapja, operettgálával ünnepelt Tamási. 8 évszázados múlt, a közösségi összetartozás élteti a települést. 1200 éve már templom állt kis Székelyen, felavatták az emlékhelyet. Sváb hagyományok, a német nemzetiség ünnepelt Tamásiban. Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Zerkovics Béla legnépszerűbb operettjeinek dallamai csendültek fel a Tamási Művelődési Központ színház termében. A gála műsorral a város ajándékozta meg a szépkorú közönséget az Idősek Világnapja alkalmából. A teltházas rendezvény nagy sikert aratott. Ünnepi gála műsorral várta a szépkorúakat az Idősek Világnapja alkalmából Tamási Város Önkormányzata és az Operett Színjátszó Egyesület Tamásiban. Széles András alpolgármester teltház előtt mondta el üdvözlő szavait, beszédét Albert Schweitzer teológus gondolataival kezdte. Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Az évek múlásával ráncos lesz az arcod, de ha kialszik benned a lelkesedés, akkor a lelked ráncosodik meg. Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan öreg, mint a kétségeid. Olyan fiatal vagy, mint az önbizalmad, olyan öreg, mint a félelmeid. Fiatal, mint a hited, öreg, mint a csökkedésed. Az alpolgármester kiemelte, a város idősei, nyugdíjasai, a helyi közösség fontos részei, köszönettel és hálával tartozunk nekik, mert a város szívét, lelkét adják. Általában bármelyik világnappal kapcsolatban olyan furcsa helyzetben vagyunk, hogy egy napot kijelölünk, pedig valahogy úgy kéne éljünk, hogy minden napot annak szentelünk, jelesül az idősek tiszteletének, hiszen a mai köszöntőben is elmondtam, hogy olyan érzések kavarognak bennem, mint az öröm, az irigység és a remény. Öröm az, hogy ilyen szép számmal eljöttek, ez több dolgot jelent egyszerre, hogy igen sok kedves idős van a városunkban, akinek örömet okozhatunk ma, és öröm számomra, hogy egy gesztussal tudjuk valamit, hát igazából nem mondom, hogy viszonozni, mert az sosem lehet, de ennek a korosztálynak a tiszteletét megadva egy rendezvényel kedveskedni nekik. Az irigység az pedig azért, mert ahogy láttam az idejövő nyugdíjasokat, már magam is lassan a nézőtéren fogok helyet foglalni, de az az életigenlés, az az öröm, az a sok mosoly, az irigylése méltó. A mi, vagy pedig az alattam lévő generációk sokat tanulhatnának abból, ahogy a mi időseink élnek, hiszen ők sokkal viszontagságosabb időket éltek meg, mint mi, és mégis valahogy úgy van a mai világban, hogy minél fiatalabb valaki, annál többet panaszkodik. Ez egy nagy tanulság, és a remény pedig az, hogy ha majd egyszer én is a nézőtérre kerülök, akkor a gyerekeimnek, az unokáimnak ugyanazt az élettapasztalatot, bölcsességet át tudom adni, mint ők nekünk. A legnépszerűbb operett dallamok is felcsendültek az est folyamán, a Csókos asszony, a Csárdás királynő és a Vígőzvegy fülbemászó dallamai mellett egy csokorra való sanzont és kuplét is meghallgathatott a közönség. A társulat nagy népszerűségnek örvend, előadásaikon mindig megtelnek a nézőtéri sorok, nem volt ez most sem másként, és a szépkorúak közönsége végül hálás tapssal köszönte meg a színvonalas előadást. Egykor 1500-an, napjainkban mindössze 300-an élnek Kisszékelyben, de az az aprócska település mégis a közösségi összetartozás szép példája.
Ahogyan a 800 éves fennállását ünneplő falu egésznapos programján többször is elhangzott, a megmaradás záloga az, hogy a múlt értékeit és hagyományait megismerjük és továbbadjuk a következő generációnak. Vándor fecske, haza talál, édes anyja, Krisztére szállt, hazajöttél, megáldottam, Csíksomjói Szűz Mária. Kisszékely közössége az ősök és a hagyományok tiszteletének jeléül az 1200-as években épült középkori temploma területén avatott emlékhelyet, amelyet Felföldi László pécsi megyés püspök áldott meg. Elszármazottaknak, itt élőknek, ide költözőknek, én azt gondolom, ez a hely egy óriási kincs. Mit üzen, mit tud adni? Semmi rendkívülit, mert mindent. És azt kérném, amikor valaki elbizonytalanodik az életében, a sorsában, hogy hol vagyok, hol kéne lennem, vagy hol szeretnék lenni, amikor úgy nem érezzük jól magunkat azon a földön, ahol éppen állunk, akkor kérem, hogy jöjjön fel ide. Üljön le csendbe egy órára, kapcsolja ki a telefont, és ne mondjon semmit, és ne kérjen semmit, csak engedje, hogy az ősöknek a hite, a szenvedése, az életigenlő áldozata átjárja a szívét, és amikor úgy érzi, hogy elég erőm van, akkor induljon tovább. A Kisszékelyből elszármazottak baráti köre és a Kisszékelyi Kulturális Egyesület megalakulása óta célul tűzte ki, hogy az ősök által hagyományozott értékrend és a felelhető tárgyi emlékek ne menjenek veszendőbe. A létezik generációkon keresztül szülőföldhöz való ragaszkodás, akkor ez a hely ennek egy nagyon szép példája. Ha őseink fentről most látnának bennünket, most melegség árasztaná el a szívüket, és talán egy kicsit büszkék is lennének ránk. Őseink több mint 800 évvel ezelőtt az Árpád-korban építettek ide templomot, és több mint 600 éven keresztül használták. A legnehezebb időkben a török alatt sem futamodtak meg, megvédték a szülőfalujukat, közösségüket, megérőzték hitüket és templomukat. A török kiüzetés után többször felújították és bővítették a templomot. Az 1750-es évek végén Stílum Limburg Mária Anna egy harangot is adományozott a templomnak. Amikor 1823. április 24-én felszentelték, a Stírum család végrendeleti adományából megépített új templomot, a haranggal együtt néhány kegytárgy, a szentségtartó, a keresztvíztartó, az oltár egy része átkerült az új templomba. A templomot az 1800-as évek közepén lebontották, tégláit a plébánia építésénél használták fel. Az itt épült Árpád-kori templom teljesen feledésbe merült. A régészeti feltárás célja az volt, hogy megállapítsák a település korát. Az itt talált viseleti elemek, érmék, vallási emlékek végül hitelesen bizonyították, hogy Kisszékely valóban 800 éves. A leletek közül kiemelkedik az a 14 darab kegyérem, amely az országosan összesen felelhető 57 kegyérem sorát gazdagítja. Csepregi Ferenc az itt folyó munkát és a közösségi összefogást is megörökítette, most megjelent Templomaink című könyv. Felemelő érzés volt ide minden nap eljön, amikor fiatal gyerekek, 80 éves nyugdíjasok keresték, kutatták a múltjukat, és mikor valamit találtunk, akkor mindenki boldog volt, és ez heteken keresztül zajlott. Nagyon sok ember sokat dolgozott azért, hogy ez az emlékhely elkészüljön. És azt gondoltam, hogy nekik ezt nem tudjuk másképp megköszönni, mint úgy, hogy időt végezetéig mutatjuk, hogy ők voltak, akik segítettek, ezért föltüntettük a nevüket is, ahogy csak lehet, és hát megpróbáltuk ennek a hangulatát a fotókkal
érzékeltetni. Minden nap készült a résztvevőkről egy fotó, és ezeket publikáltuk a könyvbe, mert ők a szövetségeseink, tehát ők segítettek minket ahhoz, hogy nekünk most ott az árpádkori templom emlékeljünk, és azért senki nem kért egy fillért se, és mosolyogva is örömmel tette. Tolna vármegye első közösségi régészete a civilek összefogásával és a Szekszárdi Vosinszki Mór Múzeum szakmai támogatásával, K. Németh András régész vezetésével valósult meg még 2019-20-ban, és ennek a munkának a megkoronázása volt a mostani emlékhely avató ünnepség. Kisszékelyen már az 1200-as években is templom állt, ezt a 2019-2020-ban végzett régészeti feltárás bizonyította be. A falu most megünnepelte 8 évszázados múltját, és ősei tiszteletére emlékhelyet avatott az egykori templom területén. Két évszázada szolgálja a helyi közösséget a kisszékei Szent György katolikus templom, amely ünnepi alkalmakkor még zsúfolásig megtelik. Így volt ez azon az egésznapos rendezvényen is, amelyen a település 8 évszázados fennállását ünnepelte. A hosszú múltra utaló tárgyi emlékek az 1200-as években épült középkori templom régészeti feltárásakor kerültek elő, itt most emlékhelyet alakítottak ki. Csepregi Ferenc, a Kisszékei Kulturális Egyesület elnökségi tagja, az ásatás kezdeményezője beszédében elmondta, mindez a közösség összetartozásának jelképe. Minden olyan érték, amelyet közösen hozunk létre, vagy őrizünk meg az utánunk következő nemzeték számára, növeli annak esélyét, hogy ez a falu, ez a közösség fent tud maradni az elkövetkezendő századokban is. Ezt az emlékhelyet őseink iránti tiszteletünk jeleként hoztuk létre, és azért, hogy akik meglátogatják ezt a helyet, lássák, hogy itt évszázadok óta olyan emberek élnek, akiknek fontos a szülőföld és az a közösség, amelyben élnek. Engedjék meg, hogy gondolataimat azokkal a sorokkal zárjam, amelyeket a keresztre írtunk. A kereszt Kisszékely Árpád-korban épített templomának helyét jelzi. Ez az emlékhely és a kereszt őseink kitartásának, elszántságának, a szülföldhöz való ragaszkodásának, a közösség összetartó erejének és erős hitének jelképe. Állította hálás utókor őseink emlékére, hagyományaink tiszteletére és jövőnk reménységére. Az ünnepi programokat követően egy kis frissítő vendéglátás következett, és a helyi termelők portékáit is megvásárolhatták az érdeklődők, valamint bemutatták Csepregi Ferenc új könyvét is. A szerzőt arról kérdeztem, miben rejlik Kisszékely összetartásának, fennmaradásának titka. Ez egy befogadó közösség volt. Nem csak azokat fogadta be, akik elköltöztek, mert az élet úgy hozta a sorsukat, hanem azokat is befogadta, akiknek korábban semmi közük nem volt Kisszékelyhez. Úgy 300 évvel ezelőtt, az 1770-es években, amikor az első német kagykú telepesek bejöttek, és most egy hete, két hete, amikor az utolsó beköltöző vásárolt itt házat. Akitől megkérdezem, hogy miért, nem tudom megmondani, de úgy megfogott Kisszékely. Kisszékelyből sok mindent lehet megtanulni. Meg lehet tanulni a toleranciát, és a tolerancia az a családban is fontos. Nagyapám azt mondta, hogy a házasság nem más, mint egy csirigtartó alkalmazkodás. Ezt vállaljuk. De meg lehet azt is tanulni, hogy hogyan lehet a más embert tisztelni, aki nem ebben a faluba született, aki csak valamiért költözik ide. De ha ő neki föl tudunk mutatni egy értéket, meg tudunk neki mutatni egy értékrendet, hogy mi hogyan viszonyulunk a világhoz, mi szerintünk mi az érték, akkor ő ahhoz tud igazodni. Az a közösség, amelyik nem tud felmutatni ilyen, ahhoz nincs mihez igazodni. Most Kisszékely azért maradt évszázadokon keresztül fent, mert egyrészt a gyökerei, a székely gyökerei, azok olyanok voltak, hogy ha egyszer azt mondták, hogy ezt kell védened, akkor ezt a területet védte, ezért tudott megmaradni az örök alatt, de tudta azt is, hogy azok az emberek, akik ide beköltöznek, azok hoznak olyan friss tudást, ami a túlélést jelenti, hiszen vallom, hogy az emberek miatt más Kisszékely, mint a többi. Egyik közösség a másiktól abba különbözik, hogy más értékrendű emberek vannak benne. Mindenhol vannak hegyek, völgyek, erdők, vizek, patakok, csak az egyikben ilyen értékrendű emberek vannak, a másikban olyanok. És hogy milyenek, az pedig függ attól, hogy ki formálja annak a közösségnek az értékrendjét. Régebben tették ezt a tanítók, Kisszékelyben volt, úgyhogy 40 évig ugyanaz a tanító tanított. A,
a papok, a plébánosok, akik itt voltak, azok a választi tisztségviselők, akinek a szava szent volt, akinek nem kellett más törvényt hivatkozni, hanem szóval elrendezte a vitás kérdéseket, mert mindenki bízott benne. Ezek az apró mozaikok rakják össze azt a közösséget, amelyiktől egyik közösség ilyen, a másik meg olyan. S vajon mit üzent ez a nap az ide látogatóknak és az utókornak? Őrizhetjük, továbbadhatjuk-e értékeinket ebben a gyorsan változó világban? Én optimista vagyok. Tehát, hogyha adunk a gyerekeknek, az utánunk következő nemzedékeknek olyan kapaszkodott, kis unokám 8 éves sincs, 7 és fél éves, de velem tart, ha eljövünk ide Kisszékelybe, és érdekli a maga módján. Ha mesélünk a gyerekeknek a nagyszülőkről, ha mesélünk a gyerekeknek azokról az időkről, amikor a távoli nagyszülők éltek, vagy ha tudunk a kezükbe adni egy poharat, ami a nagymamáé volt, és reggel abból iszza meg a teát, akkor más ember lesz. Akkor nem biztos, hogy a telefont fogja nyomkodni. És hogyha tovább megyek, ha kicsit jobban megismeri azokat a nehéz időszakokat, amilyen akár a közvetlen előttünk levő generáció átment, akkor lehet, hogy nem lesz olyan teher neki a jelenkor se, hogy ő neki a legnagyobb problémája. Legyen az nagyon fiatal, vagy friss házas, vagy bármi más. Ezért szeretnénk kapaszkodókat adni azoknak is, akik ide beköltöznek, meg a gyerekeinknek, az utánunk következő nemzedéknek is. Ha én ablak volnék, akkor a nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá váljék, megértő szemekkel átnéznének rajtam, akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam. Sváb zenével, tánccal, disznótoros étellel várta a szervező német nemzetiségi önkormányzat Tamásiban mindazokat, akik sváb gyökereik révén még ma is kötődnek ehhez a kultúrához, vagy egyszerűen csak szeretik a sváb hagyományokat. A sváb hagyományokat elevenítették fel Tamásiban az immár 7. alkalommal megrendezett Tungi Fesztiválon, amely a hagyományos disznótoros sváb ételről, a tungiról kapta nevét. A gazdag kulturális műsorban zene, tánc, énekprodukciókkal igyekeztek a sváb kultúra sokféle arcát megmutatni. A szervező német nemzetiségi önkormányzat a fiatalokat és a gyerekeket is szeretné megszólítani a rendezvénnyel, ezért a tamási német nemzetiségi csoportos óvodások, illetve iskolások is felléptek. Nagy örömünkre szolgál, hogy az óvodában van német nemzetiségi csoport, és egy nagyon lelkes sváb származású óvonő, a Viszti Patti, ő az óvonő, az egyik, és ő ezeket a táncokat, a népviseletet, tehát ő foglalkozik a gyerekekkel, és így tudjuk továbbadni, vagy így tudjuk átadni, és egy kicsit talán a jövő generációnak a szívébe ültetni ezeket a számomra már fontos hagyományokat. Elég nehéz a mai világban ezeket a hagyományokat és ezt az értéket átadni, mert a világ nagyon fel van gyorsulva, és teljesen más fiatalon, még teljesen más fontos nekik. Én azt gondolom, hogy amit beültettünk így gyerekkorba, az előbb-utóbb, ahogy az idő halad, elő fog jönni, vagy a szívükbe, remélem, hogy benne van, vagy benne lesz. A
A hagyományok tisztelete a viseleteken is visszaköszön, hiszen a megörökölt ruhadarabokkal a múlt egy darabkája fizikai valójában is velünk marad. Az én ruhámat az édesanyámtól örököltem, úgymond. Az övé volt régebben. A plisszérozott szoknyám az eredeti, tehát ezt is kézzel a nők kézzel plisszérozták be. Aztán a mellényem, ezt is kézzel készítették, és ez a blúz, ami eredeti hímzés, azt is kell mondani, hogy a különböző svábfalvak, hiába sok svábfal van Tolna megyében, de mindegyiknek speciális a színei mások, meg a hímzés mintá is. Azt lehetett tudni, hogy az Páriból jött, vagy Hőgyészről jött, vagy Gyönkről jött. Tehát akik svábok, azok tudták, sőt a tutyi mintája is elárulta. Ott lehet is látni ezen a kiállításon a sokfajta tutyit. Régen az asszonyok nagyon ügyeskezőek voltak, és sok mindent, sőt, mindent kézzel készítettek, és így a lábbelinket is. Hát ugye ezt nyáron tudták csak használni, vagy mert meg hogyha nem volt sár, de mindenkinek ez volt a benti cipője, ebben mentek a templomba, bármilyen rendezvény volt, ebben mentek. A tutyik régi minták alapján méretre készülnek, a kinti használatúakat duplán talpalták. Az asszonyok ma is készítik a lábbeliket, és megosztják egymással a generációkon átörökített tudást. Van egy idős néni, a Köller Jánosné, az Erzsi néni, annak le van írva, és de fejből is tudja, hogy 39-es, 40-es, hogy hányal kezdjük, hányal menjünk tovább. Nagyon szépen meg tudja nekünk mutatni, meg mondani, őtőle sokat tanultunk. És a menye, az Ilonka, ő a csoportvezetőnk, hát ő van ott, és akkor ő segít mindenben bennünket. A Bonyhádi tiszta fekete, hanem Bonyhád mellett van a majos, azoknak vannak ilyen, például ez is majosi minta, akkor az is majosi minta, és akkor az is ott a szélén majosi minta, és a többi, akkor van itten Felső Nánai, meg tehát a környező falvakból járunk ilyen kiállításokra, meg, és akkor találkozunk több emberekkel, ahonnan lefényképezzük, hazamegyünk, megkössük, és egymástól átvesszük végül is a mintákat. A Tungi Fesztivál nem múlhat el a nevét adó étel nélkül. Ezt a legtöbb asztaltársaság már otthon elkészítette, hiszen főzése időigényes, a hozzávalókat nagyon apróra kell vágni, majd a főzés végén az ételt be kell sűríteni. A slakta tunginak hívják, mert ez disznóvágáskor szokott lenni, ebédkor az egyik étel. Húsból van, belsőségből, és a végén ez egy savanyú mártásos dolog lesz. Tehát nem pörkölt, mert sokan mondják, hogy olyan, mint a pörkölt, tehát nem pörkölt. Ezt az a svábos benne, hogy egy berántották a végén rendesen, hagyományosan zsírral és liszttel, és aztán a végén egy kis ecet kell hozzá, és kenyérrel kell enni. Én is ma épp a délelőtt anyukámat, én is főztem, és épp anyukámat hívtam el, hogy ilyen nagy mennyiségben nem szoktam csinálni, hogy anyu, mennyi rántás, hogy van, és elővettük, és egy ismerősöm meg felhívott, hogy a nagymamája már nem él, de nem, mert tudnék neki valami tungi receptet, hogy azért jó ez, mert hogy így elővesszük, foglalkozunk vele, megcsináljuk. A legkisebbeknek népi játékokkal is kedveskedtek a szervezők, és a visszajelzések szerint a gyerekek szívesen tanulják meg a sváb énekes, zenés gyermekjátékokat, mondókákat is. Így talán valóban igaz, hogy ezeket az emlékeket, hagyományokat egész életünkben őrizni fogjuk. Természetesen a gyerekek szeretik, és gyermeki lelkesedéssel állnak hozzá a hagyományok megőrzéséhez. Észrevehető, hogy melyek azok a családok, ahol esetleg a felmenők között svábok is élnek, és ők különösebben ápolják, megtartják ezeket a hagyományokat. Emlékszem pont a tungira, ezt mi disznóvágások alkalmával szoktuk elkészíteni. Emlékszem a népviseletre, a hagyományos tutyikra, amit mi is hordtunk otthon, és azóta is szeretettel viselem őket, és természetesen a zenére és a táncra is.
Kedves nézőink, a Tamási Táj mai műsora véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!